Szolnokon 24.662-en járultak az urnákhoz vasárnap. A voksolás eredményei szerint az eddigi polgármester Szalai Ferenc a Fidesz-KDNP jelöltje nyert az ellenzéki összefogás első emberével, Radót Zoltánnal szemben. Szalai Ferenc 11.616 érvényes szavazatot, 47,8%-ot kapott. Radót Zoltánra 11.364 érvényes szavazat érkezett, ami 46,77%-ot jelent. A harmadik helyen Bokodi Zoltán, a Mi Hazánk mozgalom jelöltje végzett. Ő 1010 szavazatot tudhat magáénak, míg a Munkáspárt polgármester jelöltjére, Kalmár Dávidra 310-en szavaztak. Az ellenzéki összefogás jelöltjei vasárnap este a Tófenék úti irodában várták az eredményeket, és értékelték azokat. Amikor elindultunk, azért indultunk el, hogy megváltoztassuk Szolnokot, egy kicsit előrébb lépjünk, szerintem mi másképp tudnánk vezetni ezt a várost. Szeretnénk bebizonyítani, hiszen a mai nappal 9. győzelemmel és nagyon valószínűleg egy listás mandátummal a szolnoki többség valóban szolnoki többségé vált. 10 önkormányzati képviselőnk van. Természetesen az első éjszaka még nekünk még fel kell fogni ezt a hihetetlen eredményt. Annyit azért szeretnék mondani, hogy úgy nyert 9 önkormányzati képviselő, hogy talpalással, rendkívül sokat dolgozott ez a csapat, rendkívül lelkesen, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a szolnokiaknak, hogy felhatalmaztak minket arra, hogy egy élhető, egy tisztább és egy zöldebb Szolnokot építsünk. A következő időszakban Szalai Ferenc polgármesterrel együttműködve irányítják Szolnokot, tette hozzá Györfi Mihály. A megyeszékhely újra megválasztott polgármestere Szalai Ferenc 5. ciklusát kezdi a megyeszékhelyen. Így értékelte a választás eredményét. Az a fejlődés, ami Szolnokon elindult, töretlen kell legyen a későbbiekben. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy akik a testületbe bekerültek, azok így érzik-e. Én bízom benne, hogy aki Szolnok város által megválasztott képviselő, annak az első az lesz, hogy a város haladjon előre, és fejlődjön tovább. Ezt azért mondom, mert a testületben kisebbségben lesz a polgármester mellett álló, mondjuk úgy kormánypárt, és többségben az ellenzék. Vezettem már várost úgy, hogy egálban volt a testület, nem volt többsége a polgármesternek, akkor is sikerült megoldani, mert olyan emberek ültek benne, akiknek az volt a fontos valóban, hogy haladjon előre a város. Most is ezt gondolom, hogy így lesz a későbbiekben. Mindkét fél egyetért abban, hogy a szolnoki állampolgárok érdeke az 1998 óta nem tapasztalt vegyes közgyűlésben ülők együttműködése.